Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Beruházás. Átadták az Ivanics központot Kaposszegcsőn. Tolna város napja. Rendezvénysorozattal ünnepeltek. Tambau Tamási. Az ügyvezető bizakodó a jövőt tekintve. Tárgyalás. Kihallgatták a vádlottat és a sértettet. Inkubátorházat adtak át Kaposszegcsőn. Az Ivanics központ egy negyedmilliárdos beruházásnak köszönhetően jöhetett létre, amely lehetőséget biztosít szerte ágazó informatikai fejlesztésekhez. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere kiemelte, Ivanics Antal személyisége, munkássága nagyban hozzájárult a két település fejlődéséhez, hiszen ő alapította meg a járás első gépgyárát és villanytelepét. Nyilván Ivanics Antal szobra is ide került közszereti alkotásként, Varga Gábor műve került ma felavatásra. Mint ahogy beszéltem be és elmondtam, Ivanics Antalra mindig úgy emlékszünk, hogy egy villamosmérnök volt, de azt gondolom, hogy emberi nagysága azonos léptékű volt ezzel, hiszen közösség támogatói gondolatai túlszárnyaltak már korát, tekintető, hogy az ipartestületben és a takarékpénztárban is aktív részt vállalt, és minden kezdő vállalkozónak megfogta a kezét, jó tanáccsal állt el, a másik oldalról pedig forrással is, hogy el tudja kezdeni, megindítani vállalkozását. Bodáci Csiba Zsuzsanna, Kaposszegcső polgármestere elmondta, a projekt célja közt szerepelt az új eszközök beszerzése és információs technológia fejlesztése. Két informatikai cég költözik ide, akikkel a továbbiakban tudunk együtt is dolgozni, illetve a környékbeli vállalkozásokat segíteni fogják a tudásukkal és a szakértelmükkel. Az különösen öröm, hogy oktatásba is belekezdtek. Az, hogy itt tényleg egy képzőközpont lesz, az tényleg fellendítheti a térséget, mind Kaposszegcső, mind Dombóvár viszonylatába, pláne úgy, hogy informatikai oktatás, ami azért a mai világban számottevőnek minősül, és tényleg mindenkinek szüksége van rá, úgyhogy bízunk benne, hogy egy együttműködésnek ez egy tökéletes alapja lesz. Beréti Zsolt kihangsúlyozta, a Tolnavár megyei kereskedelmi és iparkamara a vállalkozásokat olyan forrásokhoz és képzési lehetőségekhez juttatja, amellyel versenyképesek maradhatnak a piacon. Ennek a központnak elsősorban az a dolga, hogy olyan tudásfejlesztés, olyan tudásközpontot hozzon létre, amivel számos vállalkozás akár online módon, akár személyesen ezekben a fejlesztésekben részt tud venni. Az esemény részeként felavatták Ivanics Antal szobrát, amelyet Varga Gábor szobrászművész készített. Az inkubátorház részeként egy retro garást is létrehoztak, ahol a veterán gépjárművek mellett régi televíziókat, fényképezőgépeket és játékokat nézhetnek meg a látogatók. Tolna várossá nyilvánításának 600. évfordulója körül forgott minden május utolsó hétvégéjén. Kulturális programokkal, koncertekkel, zenés-táncos előadásokkal szórakoztatták az érdeklődőket a Hősök terén. A pénteki Latin Fiesta témájú nap után szombaton tehetséges helyi zenészeket és táncosokat láthatunk a színpadon. Az AMI Modern Tánc Együttes, a Csoda csapat tagjai bensőséges légkört varázsoltak a térre. Vezetőjük Dudás Patrícia beszélt az együttesről. A legfiatalabb tagunk az 4 éves, és a legidősebb igazából a felső osztály, felső tagozat, 8. osztályos gyerekekig vannak nálunk a diákok. Jelenleg még elég nyitott a lehetőség és a beiratkozás, tehát a korosztályok, magasabb korosztályok is csatlakozhatnak hozzánk. És az iskola ugye 7 éves kortól, és hát első osztálytól tartja fent a gyerekeket a beiratkozást illetően, de az óvodásokat is szeretettel várjuk. Nagyon sok 4 és 5 éves, 6 éves kisgyerekünk van, akik ugyanúgy a csapathoz tartoznak az iskola keretén kívül is, úgyhogy nagyon sok tervünk van még ezáltal a kisebb és a magasabb korosztályt is megszólítani, hogy jöjjenek és élvezzék, és lássák meg ezt a táncos világot, ezt az örömet, amit ez adhat nekik. A fellépők sorából nem maradhatott ki a Fusz János zeneiskola sem, hiszen a kórus olyan minőséget képvisel, amit nem lehet nélkülözni. Schmidt Zoltánné, a gyermekkórus karnagya beszélt hozott műsorukról.
A Fusz János Zeneiskola énekkara meghívást kapott az idén is a Város Napja rendezvényre. Nagy örömmel készültünk. Népdalokat, népdalfeldolgozásokat és vidám kórusműveket fogunk előadni. Azért nem gondoltam, hogy előadókat is megnevezzünk, mert így ez könnyebben befogadható a nagy közönség számára. A kolléganőm Szemerei Eszter kíséri az énekkar zongorán, és jól magam vezénylem. A gyerekek nagy örömmel készültek, ez mindig egy jó lehetőség megmutatkozni más terepen, és nem csak a zeneiskola falain belül. A Dunamenti Polgári Egyesület figyelmét sem került el a jeles alkalom. Koncerteket és nem véletlenül termelői piacot is szerveztek május 26-ára. Berta Zoltán, az egyesület vezetője fedte fel a program részleteit. Ma délelőtt egy termelő és kézműves vásárt szervezett ide a Hősök terére. Hát miért is vásárt? Mert annak idején, ugye 600 évvel ezelőtt, ugye a városi rang, a mezővárosi rang az egyben vásártartási jogot is jelentett, sőt, hát ez volt a lényege, hiszen egy bevételi forrása volt a városoknak, településeknek, hogyha vásárt tartottak. Aztán az idők folyamán többször elveszítette, újra elnyerte a város, de például 1718-ban is ugyanezt történt, hogy ugye visszanyerte a mezővárosi rangot és a vásártartási jogot, úgyhogy ezért egy kicsit őrizve a hagyományokat, visszagondolva elejénkre, úgy gondoltuk, hogy megszervezünk ide Tolnára egy ilyen termelői kézműves vásárt. A piac felhozatala igazán színes volt. Krausz Roland bőséges mézkészlettel érkezett, amit büszkén mutatott be. Én 2012 óta méhészkedem önállóan. Előtte nagyszüleim méhészkedtek, tőlük jött ez a méhek iránti szeretet, illetve a velük való törődés. A mézeim az akácmézből, hársmézből, repcemézből és tavaszi virágmézből állnak főképpen. Mellette ugye megtalálható más kiszerelésben ilyen méztorony, ami karácsonykor nagy divatnak örvend. A gazdag kísérő programoknak köszönhetően körhintázásra, arcfestésre, társasozásra és sakkozásra is volt lehetőség. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata 2005-ben indította el a közcsatornával nem rendelkező, szociálisan rászoruló ingatlan tulajdonosok részére a rákötést segítő pályázati programját. Az önkormányzat ennek segítségével támogatni kívánja azon fogyasztókat, akiknek az ingatlana előtt közcsatorna húzódik ugyan, de arra nem sikerült még rákötniük. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében 2,5 millió forint szerepel ezen cél megvalósítására, amiből a támogatás mértéke ingatlanonként legfeljebb a bekerülési költség 70%-a lehet. További részletes információk a város honlapján találhatók. Tudom, hogy van jogom címmel, kiállítást szervezett a Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálata a Csengei Dénes Kulturális Központban. A május 28-án megnyitott vándorkiállítás 6. helyszíne Paks. A pályázat célja annak bemutatása, hogy a szociális ellátottak miként értelmezik és hogyan jelenítik meg ellátotti jogaikat művészet segítségével. Május 30-án gyérítik majd a szúnyogokat Tamásiban, méghozzá földi módszerrel a nap nyugta utáni órákban. Az önkormányzat arra kéri a tamásiakat, hogy ezen időszakban ne tároljanak ételt, ruhákat vagy gyerekjátékokat az udvaron, valamint az eljárás közben és utána egy óráig az ablakokat, ajtókat zárják be és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kapcsolják ki. Ha valami oknál fogva a 30-ai művelet nem végrehajtható, azt másnap 31-én pótolják. A több mint 30 éve építőipari vállalkozó bizakodóan és optimistán látja a jövőt. A Tamási Tambau Kft. Ügyvezetője szerint az idei évre az általa képviselt iparágat érintő további áremelkedések már nem várhatóak. Tamásiban Kólya Józsefet kérdeztük az elmúlt fél évről, és arról, hogy szerintem mi várható az év hátralévő részében az építőiparban.
Jól érzékelhető talán minden kedves tévénéző által is, hogy a 2024-es büdzsé az nem a fejlődésről, nem a fejlesztésről, és főképpen nem azon financiális forrásokról szól, amelyek ezeket a folyamatokat támogatnák. Azt kell mondanom, hogy mi építőiparban és az építőipar operatív kivitelező részének aktív tagjai ezt elég keményen érzékeljük is. A jelenlegi piaci helyzetben vállalkozóként elengedhetetlen a tudatos előretekintés és a gyors alkalmazkodás a lehetőségekhez. A mai magyar büdzsé környezet az nem támogató, okvetlen és nem az előző évekhez megszokott mértékű támogatási rendszerrel tudunk ma dolgozni, vagy támogatási körülmények között tudunk ma dolgozni. Gondolatom szerint ez a 2024-es év már gazdálkodási szempontból így fog kifutni, és a 2025-es évben kezdődnek el azok a előkészítő jellegű tevékenységek, amelyek talán föl tudják pörgetni az építőipart is. Én ennél egy kicsit talán, ha szabad azt mondanom, optimistább vagyok. Én abban bízom, hogy mivel mi építőiparon belül a vízépítésben és a mélyépítésben is érintettek vagyunk, én abban bízom, hogy a második fél évben az agrárium által képviselt beruházási szakterületekben megindul egy kis mozgás. Az ügyvezető továbbá abban is bízik, hogy azok a lakástámogató, elsősorban a család, mint beruházó egységre vonatkozó rendszerek beindulnak, és ezek kereskedelmi és kivitelezői szinten is érzékelhetővé válnak, valamint kimozdítják az általa képviselt szegmest az állóvízből. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan bárki tehet vételi ajánlatot. Az árverések 2024. évi ütemében csaknem 20 ezer hektár földrészletet kínálnak megvételre. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni. Az árverések lebonyolítására július 1 és július 12 között kerül sor. Az eladásra kerülő földek listái, a licit helyszínek és az értékesítési hirdetmények az NFK honlapján érhetők. Moson Magyaróvár és Sopron adott otthont a korosztályos országos judó diákolimpiáknak, amelyen a paksi versenyzők is szerepeltek, sőt, meg annyi érmet hozhattak haza magukkal. Moson Magyaróvárról 7 bronz és 3 arany éremmel, Sopronból pedig egy harmadik, egy második és egy első helyezéssel tértek haza a versenyzők, így összesen tehát 13 medállal gazdagodott a klub. A Dombóvári I. és Gyula gimnázium diákjai kiváló eredményeket értek el a 4. korcsoportos atlétika diákolimpia egyéni és váltófutó pályabajnokságon Szolnokon. Lakatos Lam Bence magasugrásban első helyezést, távolugrásban második helyezést ért el. Egyéni versenyszámokban Lukács Balázs és Böröc Blanka indult a 300 méteres futószámban. A rendkívül erős mezőnyben Balázs a 9., Blanka a 16. helyezést szerezte meg. A váltófutó csapat a 4x800 méteres versenyszámmal jutott a legjobbak közé, és a szolnoki versenyen a 10. helyen ért célba. A vádlott és a sértett tanúvallomásával folytatódott annak az ügynek a tárgyalása, amit egy tolnai nő ellen indítottak, aki a vádirat szerint megkéselte élettársát. A vádirat szerint dulakodni kezdett a két fél, ami két fázisban zajlott le. Először a vádlott hátba vágta a sértettet egy 65 cm-es sodrófával, aminek következtében a férfi lenyugodott és elvonult. Majd a második etapban ismét előkerült a sodrófa, ekkor a sértettet fejbe ütötték. Eztán a vádlott elővette egy 33 cm hosszúságú kést, amivel megszúrta a férfit. A vádlott a büntet azon részét, miszerint megütötte a sértettet, beismerte, a szúrást azonban nem. Továbbá sem féltő, de nem gondolja, hogy bármilyen erőszakosabb szándéka van.
A sértett korábbi vallomásaiban egyértelműen kijelentette, hogy a vádlott szúrt, ezúttal azonban már véletlennek nevezte az eseményeket. Fenntartja azt, amit most mondott el, hogy az önkezében maradt ez a sodrófa, és ezzel ment a vádlott felé, vagy pedig azt adja fenn, amit a nyomozás során mondott, hogy ön letette ezt, és nem volt a kezében, amikor a vádlott megszólalt. Tehát most úgy emlékszik. Ez esetben kérnék szépen a tisztelt bíróság ismételten figyelmeztesse a vádlottot a hamis tanúzás következményeire, hiszen eddig kitartóan egy teljesen ezzel ettől eltérő vallomást adott elő. Egymásnak ellentmondó vallomásait harmadik tanú kihallgatásával vethetik össze, barátjaival, akivel végig telefonon tartotta a kapcsolatot. A férfi azonban nem tudott megjelenni a mostani ülésen, az ő kihallgatását június közepére halasztották, ahogyan a szakértőkét is. A régió híreivel folytatjuk. Pécsen járt Orbán Viktor főtanácsadója. Nyugdíjasoknak tartott fórumot és támogatja a Csizmadia Pétert. Nyitott főzdéknapja. Barna és meggyes söröket is kóstolhattak az érdeklődők. Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója Nyitrai Zsolt látogatott Pécsre hétfőn. Mielőtt nyugdíjas egyesületekkel találkozott, újságíróknak nyilatkozott a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások tétjéről. A pécsiektől Csizmadia Péter, valamint a Fidesz-KDNP listájának támogatását kérte. Sosem volt még ennyire letisztult és ennyire nagy az európai parlamenti választások tétje, hiszen arról kell döntenünk, hogy június 9-e után háborús környezetben vagy békében éljük az életünket, kezdte mondani valóját Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója Nyitrai Zsolt. Nem lehet hibázni és nem lehet olyan képviselőket küldeni Brüsszelbe, akik háborúpártiak, márpedig a baloldal összes jelöltje háborúpárti, szögezte le a kormánypárti politikus. Azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban felerősödtek a háborúpárti hangok. A háborús készülődés az Európai Unióban. Nyitrai Zsolt ezek közé sorolta például az európai polgárok kötelező sorkatonai szolgálatát. Nagy a tét tehát, ezért is indítottuk el minden idők legerősebb európai parlamenti választási kampányát. Több mint 1200 helyszínen standolunk, több száz fórumot tartunk országszerte, és több mint 50 ezer önkéntes segíti a munkánkat. Sikerült egy nemzeti listát összeállítanunk az európai parlamenti választásra, ahol képviseletet nyújtunk például a magyar gazdáknak, hiszen Brüsszelben mindent elrontottak így a gazdáknak az ügyét is. Ugye az európai gazdák helyett Brüsszel az ukrán oligarchák és a génmódosított gabona mellé állt, ezért is fontos, hogy Györfi Balázs, aki egy gyakorló gazdálkodó, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, polgárok bizalmából reményeink szerint képviselő lehet majd június 9-e után. De ugyanúgy koncentrálunk és fókuszálunk a fogyatékossággal élő honfitársainkra. A nyugdíjasok ügyének európai képviseletének fontosságát is kiemelte Nyitrai Zsolt. Hétfőn egy szakmai eszmecserén vett részt a Pécsi Nyugdíjas Egyesület szervezésében. Az elhangzottakat lehetőség szerint beépítik majd döntéseikbe. A miniszterelnök főtanácsadója támogatja Csizmadia Pétert, a polgári oldal polgármester jelöltjét. Nagyon örülök annak, hogy Csizmadia Péter frakcióvezető úr személyében egy olyan polgármester jelöltje van a Fidesznek és a KDNP-nek itt helyben, aki 2030-ig terjedő több mint 30 pontos programot állított össze, és ezen pontok egyike, egy nagyon fontos pont, amely a nyugdíjasokra fókuszál, a helyi nyugdíjasoknak adható kedvezmények rendszerét dolgozza ki. Mindenkitől azt kérem itt a Pécsett és a környéken, hogy június 9-én szavazzanak a Fidesz-KDNP listára, pécsi polgármesternek pedig támogassák Csizmadia Péter urat. Csizmadia Péter, a Pécsi Polgári Szövetség pécsi polgármester jelöltje azt mondta, talán még soha nem volt ilyen nagy tétje egy önkormányzati választásnak, mint a mostaninak. Ugyanis Pécs a baloldal 5 éve alatt gazdátlan várossá vált, amely szenved a kilátástalanságtól. A jelenlegi vezetésnek semmilyen elképzelése nincs arról, miként kéne megállítani a város leszakadását és az elvándorlást. Hónapokon át állítottuk össze azt a szakmai anyagot a pécsiek megkérdezésével együtt, egy konzultációval, amelyben több mint 10 000 pécsi vett részt, amely garancia lesz arra, amennyiben a pécsiek bizalmat szavaznak nekünk, hogy Pécset ebből a kilátástalanságból valóban egy fejlődő, biztonságos pályára állítjuk. Ennek a programnak az elemei
a pécsi családokra, a helyi vállalkozókra, a munkahelyteremtésre és egyébként a pécsi idősekre kíván koncentrálni, hiszen tudjuk, hogy mennyire fontosak azok, akik felépítették ezt a várost, akiknek az egész életük arról szólt, hogy Pécs hogyan lett egy igazi nagyváros és büszke város. Ezt a büszkeséget kívánjuk visszaadni Pécsnek, és az időseknek pedig meghálálni azt, hogy voltak olyan kedvesek és kitartottak emellett a város mellett a legnehezebb időkben is. Csizmadia Péter közölte, az idősek számára egészségügyi fejlesztés programot dolgoztak ki, városi szabadidős sportprogramokat kíván indítani, amelyre az idősek is várják. Továbbá sorolta, önkormányzati nyugdíjas kedvezménykártyákat terveznek bevezetni, új és színvonalas nyugdíjas otthonokat és házakat akarnak létesíteni, a meglévőket pedig fejlesztik. Ehhez kéri minden pécsi támogatását, szavazzanak a változásra. Zárta szavait a Fidesz KDNP és az ÖPE pécsi polgármester jelöltje. Barna és meggyesöröket is kóstolhattak az érdeklődők a nyitott főzdék napján. Balatonföldváron az egyik kis üzemi főzdébe sokan látogattak el a programra. A szervezők a kóstoltatás mellett meséltek a sör történetéről és elkészítésének folyamatáról is. Itt látok, ez a négy fajta, ez innen indul, hogy van egy alapmalátánk, egyébként ez pilzeni alapmaláta. Ezt körbeadva nyugodtan meg lehet kóstolni, snacknek is szokták használni, tök jó íze van szerintem. Az alapanyagokat is megkóstolhatták a résztvevők a Balatonföldvári sörfőzdében. Érdeklődéssel hallgatták a sörkészítés történetét és a mai technológiai eljárások alkalmazását is. Sok érdekességet megtudhattak a nyitott főzdék éjszakáján. Nyilván, aki eljön egy ilyen túrára, az már valamilyen szinten érdeklődik iránta, mert eljön ide lokálisan. És ami tök jó volt, nagyon sok olyan arany ilyen szem van a csapatokban, akik nem tudom, valakinek a biológiázon kezd, és akkor belekérdez biológiába, valaki technológus technológiába kérdez bele, és így tök jó egy kicsit így, ugye elmondom mindig az alapokat, de így tök jó egy kicsit elvinni a beszélgetés abban az irányba, ami őket érdekli, vagy hát nem biztos, hogy mindenkit, de hogy vannak érdeklődők benne, érdeklődnek. Tehát, hogy nekem ez olyan pozitív volt, hogy abszolút érdeklődőek. Természetesen a sörtúra legjobb része mégiscsak a friss sör csapolása és kóstolása volt. A csoport kedvenc mindig a csapolás, tehát ugye megyünk a főzőháztól a kiszerelésig, és a kettő között ott van az erjesztő tér 20 000 liter sörrel, tehát nyilván az egyik kedvenc, amikor abból tudunk csapolni, kóstolni, és ugye ez része is a túrának, hogy friss söröket tartályra kóstolunk. A sörfogyasztók szerint a különbség rögtön érezhető egy nagyüzemi sörhöz képest. Teljesen más, ennek kellemes lágy íze van, itatja magát. Úgyhogy ajánljuk mindenkinek. Kun Alex szerint a sörkészítés is nagy változásokon ment keresztül az elmúlt években. Egyre többen készítenek kisüzemi szinten söröket, ugyanakkor az a néhány éve divatos trend, mely szerint minél különlegesebb, fűszeresebb, erősebb legyen, lecsengőben van. Alapvetően nagyon nagy változás történt meg az elmúlt években, viszont mint ami a Borna is megfigyelhető volt, hogy volt egy nagyon nagy kiugró első pár év, amikor abszolút a különlegességekre mentek, és arra, hogy mindenbe extrém ízeket hozzanak, viszont most már a sörforradalom is eljutott arra a szintre, hogy most már egy kicsit lenyugvóba van, és mi is igazából ezt a vonalat képviseljük, hogy inkább egy nagyobb rétegnek szóló, egyszerűbb, közérthetőbb söröket gyártunk, pont ezért, mert nagyon sok kis főzde most ráment arra, hogy tényleg extrém söröket érlelésbe, ízesítésbe, fűszerekbe, csak ezek a sörök ezek nem arra vannak, hogy a Balatonparton az ember meginjon belőle többet, tehát hogy ezekből nem lehet meginni egy decinél többet szerintem. A kesernyés ital kedvelői szerint a kézműves sörök azért is kedveltek, mert nem tartalmaznak plusz adalékot, sőt kukoricát sem. Mint mondják, ez egy nagy gyár által előállított termékre már nem igaz. Azokat én is úgy gondolom, hogy tele rakják ilyen mellék ilyen kukoricadarával, azzal dúsítják, az nem annyira jó. Jót tesz ennek a sörnek, sörfogyasztásnak. A főzdében azért mindig találnak újdonságot is a sörkedvelők, ilyen például a meggyes sör, amely természetes gyümölcs sűrítménnyel színezik és aroma nélkül készül, de igazi újdonság a barna körzs sör is. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Beruházás. Átadták az Ivanics központot Kaposszegcsőn. Tolna város napja. Rendezvénysorozattal ünnepeltek. Tambaú Tamási. Az ügyvezető bizakodó a jövőt tekintve. Tárgyalás. Kihallgatták a vádlottat és a sértettet.
Csütörtökre nem látszik lényeges változás a légköri helyzetben, marad a füllett, változékony időjárás. Dél előtt várható tartósabb napsütés, délután viszont helyenként megnövekszik a felhőzet, kisebb záporok, zivatarok kialakulása lehetséges. Éjszaka eleinte csökken a csapadékhajlam, de esőzés, ha nem is túl nagy mennyiségben, azért továbbra is valószínűsíthető. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!